Sziasztok, Ádám vagyok, a képen pedig a Vitek X-Tab 70DC-t láthatjátok, a két magas ARM Logic processzorral, ennek fogjuk a teljesítményét megvizsgálni, méghozzá a Quadrant standard alkalmazással, amit mindjárt el is indítunk. Itt már láthatjátok, elindítottam az alkalmazást, az elkezdett lefutni. Ugye maga a Quadrant az processzort, memóriát, jó egységeket, illetve a grafikus magot vizsgál. Korábbi vétekekhez képest ez jelentősen gyorsabban indul ez a teszt, hiszen a 8 processzor műveletet már elvégezte a Quadrant. Ez köszönhető a 1,5 GHz-en futtatott ARM Logic processzornak. És hogy láthatjátok, majd, hogy nem rekordgyorsan fut, tehát felveszi sebességbe a versenyt igazából a márkásabb, akár Tegra 3-as gépekkel is, hiszen látjátok, mindjárt vége a tesznek is, rendkívül gyorsan lefut, alig kell több mint egy perc ehhez a teszthez, ami mondjuk az egy-egy magas processzor esetében korábban jelentősen lassabb volt, tehát itt már-már komoly teljesítmény változást tapasztalhatunk ezek alapján. Ahhoz képest az X-Tab 70DC igazából olcsóbb lett, mint az elődje. Maga a teszt már le is futott, ezt meg is tudjuk nézni, milyen eredményt kapott a készülék. Itt láthatjuk a harmadik helyen a Vitek X-Tab 70DC-t, azaz 4038 ponttal. Ezzel meg érdekes módon megelőzött Tegra 2-es eszközöket, mint az LG Optimus 2X, Galaxy Tab 10.1 és a Motorola Atrix 4G is, ami némileg azért meglepő. A pontok alakulását azt itt alul lehet látni talán, hogyha kellő mértékben rázoomol, hogy a processzor 6967 pontot kapott, a memória 4187-et, az I/O egységek 6469-et, a 2D 287 pontot, valamint a 3D 2279 pontot, tehát igazán hasít a rendszer a Vitekeken. Ádám voltam, ez itt a Vitek X-Tab 70DC Quadrant tesztje volt, kövessetek minket továbbra is, sziasztok!